Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Egészségipari támogatási program. Egyedülálló fejlesztés jött létre Pilisvörösváron. Életvitelszerű kedvezmény. Ismételten tájékoztatják a Szentendre illetékességi területén üdülő tulajdonnal rendelkezőket. Vajda Múzeum. A Pilist vizsgáló legújabb régészeti kutatásokról tartott előadást Laszlovszky József. A pénzügyminisztérium által elindított egészségipari támogatási program célja a hazai gyógyszer és gyógyászati eszközgyártás fejlesztése. A támogatásban részesülő Gemitech Kft. Bemutatta legújabb projektjét, amely egy új, innovatív orvosi eszköz, az izolációs ágyrendszer és termékcsalád kifejlesztése, prototípusának a legyártása. Az eseményen beszédet mondott többek között Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is. A pilisvörösvári Gemitech Kft. A tegnapi sajtónyilvános eseményen egy nemzetközileg is újnak tekinthető műszaki megoldás projektjét ismertette a jelenlévőkkel. A bemutatott izolációs ágy és kiegészítői gyártása nagy mértékben támogatja a kormány egészségügyi célkitűzéseinek megvalósítását, mivel hazai gyártó által létrehozott a védekezési hatékonyságot és azon belül is a kritikus tényezőként kezelt kórházi, illetve ápolási személyzet védelmét szolgálja. Ezzel egy időben a betegség terjedésének megakadályozásában is fontos szerepe lesz azáltal, hogy olyan helyeken is lehetővé teszi a nagy biztonságú elkülönítést, ahol eddig erre nem, vagy csak aránytalanul nagy költségek árán lett volna mód. Vitályos Eszter országgyűlési képviselőjelölt is gratulált a projekthez. Koronavírus, izoláció, sürgősségi osztály. Sajnos ezek a szavak az elmúlt két évben életünk részeivé váltak. A járvány váratlanul érkezett, és amit az első időkben nem is hittünk volna, teljesen átírta az életünket. A nehéz idők azonban felszínre hozzák a legjobb tulajdonságainkat is, kitartást, összefogást, bátorságot. Csak a köszönet és hála illeti a magyar egészségügyben dolgozókat, akik a járvány kitörése óta a legnehezebb helyzetekben is folyamatosan helytállnak a kórházakban, a rendelőintézetekben. Éppen ezért rendkívüli örömmel tölt el, hogy a Gemitech Kft. Fantasztikus fejlesztései éppen azokra vigyáznak, akik ránk vigyáznak. Az új izolációs termékcsalád a szükséges orvosi műszerek, szoftverek és hardverek mind-mind orvosaink, ápolóink a kórházi személyzet biztonságát szolgálják, miközben jelentősen gyorsítják a gyógyulást is. Mindeközben a járvány terjedését is gátolják, hiszen ott is lehetővé teszik az elkülönítést, ahol eddig nem volt rá lehetőség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amit ma itt Pilisvörösváron láthatunk, az nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő innovációnak számít, és mindezt egy olyan magyar kisvállalkozás vitte véghez, amely 2006-os megalakulása óta 100%-ban magyar tulajdonban van, és a kezdetek óta mindig nyereségesen tudott működni. Ez pedig azt is jelenti, hogy munkát és így biztonságot tudott adni pilisvörösvári szakembereknek és családjaiknak. A magyar gazdaság igazi erejét és jövőjét nagyrészt éppen az ilyen vállalkozások adják. Munkánk egyik legfontosabb célkitűzése, ezen vállalkozások segítése, támogatása. Azt gondolom, igen lényeges előrelépés, hogy a 2021-27-es Európai Uniós fejlesztési ciklusban Pest megye már önálló régióként jogosult az uniós forrásokra is, azaz a támogatások mértéke drasztikusan megnőtt. Bízom benne, hogy a Pest megyeiek számára óriási lehetőségeket fog biztosítani ez a nyitás, és így egy igazi közös sikertörténet következik. Kedves házigazdáink, megtiszteltetés, hogy találkozhatok azokkal a szakemberekkel, mérnökökkel és szakmunkásokkal, vezetőkkel és munkatársakkal, akik a különleges projektben részt vettek. Legyenek büszkék arra, amit véghez vittek, mint ahogy mi is büszkék vagyunk önökre. Valamennyien nagyszerű és nagyon fontos munkát végeztek, amelyhez szívből gratulálok és ezúton is köszönök. A projekt a negatív nyomáson alapuló izolációs ágy és kiegészítő berendezései prototípusának kifejlesztését és a gyártáshoz szükséges műszaki kapacitások létrehozását célozza több új, illetve újszerű megoldás adaptálásával, tehát jelentős az innováció tartalma.
A Gemitech Kft. Tulajdonosai közül dr. Gemella Zsuzsanna megköszönte a segítséget mindazoknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a projekt. A koronavírus megjelenését követően folyamatosan és jelenleg is hatalmas nyomás alatt tartja az egészségügyi ágazatot világszerte, emiatt a védőfelszerelések iránti kereslet soha nem látott mértéket öltött. Mi a megfelelő védelemre kezdtünk el fókuszálni a pályázati lehetőség kapcsán, koncentrálva mind a betegre, mind az ápoló személyzetre egyaránt. Cégünknek ez az első kutatásfejlesztési projektje, ez egy teljesen új terület számunkra. A fejlesztés megtervezésére és megvalósítására igen rövid idő állt rendelkezésünkre. Újabb és újabb tervek, nehézségek, szükséges változtatások léptek fel, többféle lehetséges megoldást próbáltunk ki, míg sikerült megvalósítanunk az elképzeléseinket. A pénzügyminisztériummal kötött támogatási szerződés keretében most befejeződő közös fejlesztési projektünknek köszönhetően létrejöttek az úgynevezett izolációs termékcsalád prototípusai, ezen belül két zárt rendszerű, negatív nyomású egészségügyi ágyrendszer, a szükséges orvosi eszközök felszerelések tárolására szolgáló szekrény és szállítókocsi. Minden termékünk antimikrobiális bevonatot kapott, ezzel tovább növelve a biztonságot, ugyanis ez a bevonat vírus, baktérium és gombaölő hatással rendelkezik. A projekt keretében csarnoképület épült, gépeket, tervező és vállalatirányítási rendszer szoftvereket és az ehhez szükséges hardware eszközöket vásároltunk, valamint egyes minősítések, tanúsítványok megszerzése is megvalósult. A bemutatásra kerülő eszközök révén, illetve a komplex fejlesztésnek köszönhetően elértük a projekt elején kitűzött célunkat, mivel innovatív egészségügyi segédeszközök prototípusait hoztuk létre. Az ünnepélyes átadón jelen volt Varga Mihály pénzügyminiszter, továbbá Guillon Gábor pénzügyekért felelős államtitkár, és Pilisvörösvár alpolgármestere Strack Bernadett is. Nagyon fontos volt számunkra, hogy egy olyan családi vállalkozáson is keresztül lássuk ennek az egészségipari támogatási programnak a működését, problémáit, előnyeit, amely számunkra ad többleti információt abban a tekintetben, hogy mit kell majd jobban vagy másképp csinálnunk. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Azért is örülök ennek a mai találkozónak, mert a céggel az első alkalom, mikor közösen tudunk együtt dolgozni, de ezen a cégen keresztül a tapasztalatunk sokkal szélesebb lehet, családi vállalkozások, kisvállalkozások, közepes vállalkozások tekintetében. Abban biztosak vagyunk, hogy három dologra egy ilyen vállalkozásnál szükség van. Egyik a tudás, hiszen enélkül el sem indulna egy vállalkozás. A másik a kitartás, és a harmadik pedig az eltökéltség. Amikor megérkeztem ide, egy néhány mondatban szót tudtunk váltani arról a tulajdonosokkal, hogy is indult ez a vállalkozás, és hol tart most. Azt kell önöknek mondanom, hogy az erőt, az erőforrásokat mindig meg lehet többszörözni egy olyan közösségben, a családban, amelyik minden társadalomnak az alapját jelenti, és amely nem csak a társadalmi alapot, hanem a gazdasági alapokat is szolgálhat. Úgy gondolom, hogy azok az egészségipari vállalkozások, akik most ebbe a programba bekapcsolódtak, kitűnő példáját tudják annak adni, hogy milyen erőforrásokat tud megmozdítani a család, egy családi közösség, és emellett pedig hogyan tud erre rásegíteni, hozzájárulni az állam, a központi állam a maga lehetőségeivel és erőforrásaival is. Az izolációs ágy kifejlesztésére, valamint prototípusának legyártására létrejött üzem megvalósítását a kormány 400 millió forinttal segítette. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága ismételten tájékoztatót adott ki a Szentendre illetékességi területén üdülő tulajdonnal rendelkező életvitelszerű kedvezményről. A Pest megyei kormányhivatal Szentendre város önkormányzata képviselőtestületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata során a rendeletben szabályozott, az üdülő tulajdonosok esetében fennálló állandó lakos kedvezmény megszüntetését javasolta.
A képviselőtestület ezért az úgynevezett állandó lakos kedvezményt 2021. december 31. napjával megszüntette, de ugyanakkor egy új kedvezmény bevezetéséről döntött. A kedvezmény igénybevételének feltételeiről azon üdülő tulajdonosok, akik a 2021-es évben részesültek az állandó lakos kedvezményben, tértivényes határozat formájában már értesítést kaptak. Az üdülő épület akkor minősül e rendelet alkalmazásában életvitelszerű lakóhelynek, ha a magánszemély adóalany ténylegesen onnan szervezi életét, vagy az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben ott folytatja, vagy az üdülő épület lakhelyéül családi élete helyszínéül szolgál, vagy elsődleges elérhetőségi címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. Az életvitelszerű használatot az adóalanynak kell hitelt érdemlően legalább két dokumentummal bizonyítania. Bővebb információért látogassanak el Szentendre város hivatalos oldalára. A Pirist vizsgáló legújabb régészeti kutatásokról tartott előadást Laszlovszky József régész február 4-én pénteken a Vajda Múzeumban. Az eseményen szó esett a terület földrajzi adottságairól, a különböző történelmi korszakokról, valamint a térség történelmi jelentőségéről. A Pilis régész szemmel, rejtélyek vagy történelmi tények. Ezzel a címmel tartotta meg előadását múlt héten pénteken Laszlovszky József Szentendrén. A régész történész a legújabb kutatások fényében mutatta be a Pilist és környékét. Az ötlet az két irányból származik. Hát az egyik az, hogy én elég régóta foglalkozom a Pilissel, a Pilis régészeti helyszíneivel, és mindig izgatott az a dolog, hogy miért gondoljuk, hogy ez egy olyan rejtélyes, titokzatos hely, valóban vannak-e még olyan dolgok, amire senki se gondolt eddig. Tehát ez az egyik, ez az általános. A másik pedig az, hogy az utóbbi időben nagyon sokat dolgozunk együtt a Közösségi Régészeti Egyesülettel, akik eredetileg ugye fémkeresősök, akik a múzeummal együttműködve dolgoznak, de ők most már nagyon sokféle más programban is részt vesznek, és nekünk van egy programunk, ami Pomáz mellett, Pomáz Nagykovácsi pusztán, Fülöp Kecskefarmon egy középkori lelőhelyhez kapcsolódik, és úgy gondoltuk, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezt a két érdeklődést valahogy összekapcsolnánk, és hogy ne csak terepmunka legyen, ami nagyon fontos az együttműködésben, hanem mindig legyenek előadások is az érdeklődők számára, meg azok számára, akik részt vesznek az egyesület munkájában. A Pilis több évtizede vizsgálják tudományos kutatásokkal, régészeti feltárásokkal. Vannak, akik még ma is rejtélyesnek tartják, valójában azonban egy rendkívüli gazdagságú és régészeti szempontból is nagy jelentőségű térségnek számít. Én most egy picit ilyen több korszakon átívelő előadást fogok tartani. Azt próbálom megmutatni, hogy a Pilisben és annak a környékén a különböző tényezők hogyan hatnak egymásra. Itt négy fő dologra fogok koncentrálni. Az egyik az az, hogy mi a táj, tehát mik itt a földrajzi adottságok, a hegyvidék, a növényzet, a folyó, a második, hogy mi zajlott itt le különböző történelmi korszakokban. Mi volt akkor, amikor a rómaiak voltak itt, mi volt akkor itt, amikor a tatárjárás volt, mindezeknek milyen régészeti maradványai vannak, és negyedikként pedig, hogy milyen elképzelések, gondolatok kapcsolódnak mindezekhez, a területekhez és témákhoz. Bizonyos időszakokban az ország közepe az itt volt. Akár amikor Esztergom volt, akár amikor Visegrád volt, akár amikor Buda, hát az ugye mellette van, de nagyon közel van, és hát mai napig is Budapest ilyen értelemben. Azt lehet mondani, hogy a legközelebbi történeti táj a mai Budapesthez az a Pilis. Tehát ez egy különlegesen gazdag terület, és én pont arra próbálok ebben az előadásban rátérni, arról teszek föl kérdéseket, hogy mi lehet az oka? Mi magyarázza azt, hogy ez a terület ilyenné alakult, és ilyen maradt? A Közösségi Régészeti Egyesület révén már a civilek is részt vehetnek a Ferenci Múzeumi Centrum munkájában. Az önkéntesek gyakran dolgoznak terepen, a mostani előadással azonban egy újféle programot szerettek volna nyújtani a tagoknak. Maga az egyesület az viszonylag még friss, de az, hogy a Szentendrei Múzeum, az hosszú idő óta együttműködik
mi úgy nevezzük őket, hogy múzeumbarát fémkeresősökkel, az egy több éves dolog, és igazából 2015 óta van az a helyzet, hogy a törvényi lehetőségek, a törvényi keretek is lehetőséget adnak arra, hogy a múzeum azokkal az önkéntesekkel, akik a megfelelő képzésen részt vettek, a szabályokat betartják, ilyen módon együttműködnek. De ez a munka most már messze túlmutat azon, hogy csak fémkeresőzésről legyen szó. Régészeti lelőhelyek kontrollját végezzük el együtt, nagyobb kutatási projektekbe is bevonjuk őket. Én például az utóbbi időben, az elmúlt néhány évben a tatárjárással foglalkoztam nagyon sokat, és például a Muhi csata kutatásába is részt vesznek ezek az egyesületi tagok, Pest megyéből, de más területekről is. Vannak a saját programjaink, tehát amikor az egyesület tagjai számára szervezünk ilyen munkákat, például most éppen holnapi nap is megyünk velük terepre, akkor a római korszak lesz a középpontban, de két hét múlva a Pilis közelében Budakalász környékére fogunk menni, akkor inkább a középkor és a népvándorláskor lesz a középpontban, de szervezünk további olyan programokat is, amire nem csak az egyesület tagjai jöhetnek, hanem úgy, mint a mostanira, bárki, aki érdeklődik ilyen témák iránt, és ezeket majd mindig a megfelelő helyeken hirdetni fogjuk, és azon kívül vannak olyan nagyobb programnapok, földnapja, régészetnapja, stb., amikor mi is csinálunk mindenféle programokat. A Pilis régészeti jelentőségéről tartott előadást az egyesületi tagok, valamint más érdeklődők is meghallgatták. Laszlovszky József szerint ez a téma mindenki számára érdekes lehet. Mi egy európai projektben is részt veszünk, amit Open Heritage-nek neveznek, ez a kulturális örökségről szóló program, és ott pontosan az a cél, hogy a 3 évestől a 90 évesig eljussunk. Igenis vannak olyan gyerekprogramok, amikkel nagyon fel lehet kelteni az érdeklődést. Én Visegrádon dolgoztam sokat, óvodás programot is lehet úgy csinálni, hogy a gyerekek számára az érdekes és izgalmas, és nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy az ember ilyen témák felé érdeklődjön. Aki érdeklődést mutat ebbe az irányba, az jelentkezzen az egyesület megfelelő honlapján, és ott el fogják neki mondani, hogy milyen előfeltételek szükségesek. A leglényegesebb az az, hogy egy képzési folyamaton kell keresztül menni, és annak eredményeként, aki ezt elvégzi, részt vesz ezekbe a terepmunkákba, előadásokba és egyéb feladatok elvégzésébe, ő kaphat a múzeumtól aztán egy olyan engedélyt, amely meghatározott helyekre, időszakokra és körülmények között engedélyezi, hogy ezt a kutatást végezze. De hogy ennek pontosan mik a szabályai, ezt meg lehet találni az egyesület honlapján. A térség történelme és a régészet iránt érdeklődők számára további előadásokkal és programokkal készül a Közösségi Régészeti Egyesület, valamint a Ferenci Múzeumi Centrum. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a 2014-2020 közötti időszakban 1000 milliárd forintot meghaladó Európai Uniós és hazai forrással járult hozzá az oktatás, az egészségügy és társadalmi környezet fejlesztéséhez. Annak érdekében, hogy a program szerteágazó fejlesztései minél láthatóbbá és ismertebbé váljanak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fotópályázatot hirdet. Olyan fotókat vagy fotósorozatokat várnak, amelyek kapcsolódnak a köznevelés, a felsőoktatás, a kultúra, az egészségügy területén vagy szociális területen megvalósult EFOP projekthez. Megörökítik valamelyik infrastruktúrális vagy szakmai fejlesztést, közösségi, kulturális programot, tanfolyamot. A legsikeresebb alkotások a kiíró és más támogatók által felajánlott díjazásban részesülnek, továbbá az éves, nagyszabású EFOP konferencián kiállítás formájában és az EFOP honlap online galériában is bemutatásra kerülnek. A pályázat teljes kiírását az efop.kormány.hu oldalon olvashatják.
Szeretettel invitál minden érdeklődőt élőzenés februári táncházára a Görög Nemzetiségi Önkormányzat. A Dunaparti Művelődési Házban a rendezvényt a megszokott időben, szombaton, február 12-én tartják az Akropolis kompánia közreműködésével. A táncház csak a védettséget igazoló dokumentummal látogatható. A rendezvényen a maszkviselése kötelező, az eseményre a belépés ingyenes. Végül a várható időjárásról. Szerdán egyre több felé kisüt a nap, főként az ország középső harmadán élénk, néhol erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A pénzügyminisztérium által elindított egészségipari támogatási program célja a hazai gyógyszer és gyógyászati eszközgyártás fejlesztése. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága ismételten tájékoztatja a Szentendre illetékességi területén üdülő tulajdonnal rendelkezők életvitelszerű kedvezményéről. A PIVIST vizsgáló legújabb régészeti kutatásokról tartott előadást Laszlovszky József régész február 4-én pénteken a Vajda Múzeumban. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb szerda este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-kötőjel Szentendrén. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!